erős vérzés esetén, legyen az visszeres vagy ütőeres vérzés, minden másodperc számít, az azonnali vérzéscsillapítás életet menthet. Most bemutatom, hogy mik a legfontosabb lépések. A sérültet helyezzük nyugalomba, ültessük vagy fektessük le, a vérző végtagot pedig emeljük magasra, a szív vonalánál magasabbra, így csökken a nyomás és így a vérzés erőssége is. Használjuk az elsősegélydoboz tartalmát, húzzunk kesztyűt, és vegyünk elő egy lehetőleg steril gézlapot, amit rányomunk a sebre, és erősen nyomva tartjuk, így direkt nyomással csillapítjuk a vérzést a mentők megérkezéséig. Ha képesek vagyunk rá, készítsünk nyomókötést, ehhez telefonon a mentésirányító is segítséget tud nyújtani, de a legfontosabb, hogy a nyomást tartsuk fenn folyamatosan a mentők megérkezéséig. A fertőtlenítés erős vérzés esetén elhalasztandó, hiszen ilyenkor minden másodperc számít, és a legfontosabb a vérzés csillapítása. Erős vérzés esetén néhány egyszerű mozdulattal életet menthetünk.